Köszöntöm a nézőket! Bajai Kultúra című magazinunk mai műsorában a Rábő Színpadi Zenei Közösség előző évben bemutatott darabjait vesszük korcső alá, visszatekintő rovatunkban pedig Szalai Gyula festőművész 2010-es bajai tárlatát is felidézzük. Tartsanak velünk! ...2018-ban ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját a Rábő Színpadi Zenei Közösség. A társulat akkor egy nagyszabású gálaműsorral készült a jubileumi évfordulóra. A színjátszósok az elmúlt másfél évben sem tétlenkedtek, hiszen az utóbbi hónapokban több alkalommal is láthatta őket színpadon a bajai közönség. Többek között erről és a jelenlegi helyzetről beszélgetünk Deli Gézával, a társulat vezetőjével. Köszöntelek! Szép napot kívánok, szervusz! Ahogy áttekintettem az elmúlt éveknek a bemutatóit, mozifilmek feldolgozását találtam, kamaradarabot, sőt nemrég vígjátékot is megtekintettek az érdeklődők a ti előadásotokban. Ez is igazolja azt, hogy mennyire széles az a repertoár és széles színes az a felhozatal, amivel ti évről évre, hónapról hónapra készültek a bajai közönségnek. Hát igyekszünk mindenképpen. Mint színtársulat azt gondolom, hogy feladat is, ha nem is minden közönségréteg igényét kielégíteni, de minél nagyobbat meríteni. Természetesen ezen belül vannak sajátosságok, vagy olyan profilok, amik talán jobban állnak egy társulatnak, és amiből kevesebbet játszunk, bár azt mondják, hogy nálunk ez leginkább annak köszönhető, hogy én szeretem a komoly darabokat, és többet választok ilyet. És szeretem a kamaradarabokat, és többet választok ilyet. Úgyhogy amikor megnézted ezt a listát, akkor valószínűleg szám szerint is több kamaradarabot találtál, és a kamaradarabjaink egy jó része pedig igen filmfeldolgozás. Szeretjük ezt a műfajt, úgyhogy sokat próbálkozunk vele. Van esetleg kedvenc, vagy volt esetleg kedvenc darab itt az elmúlt egy-másfél évben, ami mondjuk kirívó volt? Hát, ha kimondom, akkor megsértődik az, akit nem mondok, de igen, van, azért én ezt el is ismerem. Én alapvetően tényleg a kamaradarabokat szeretem a legjobban, és nagyon szerettem ezt a Felettünk a Föld című drámajátékot. És ami közösség, mert ez egy kétszemélyes kamaradráma volt, tehát ott a történetet szerettem elsősorban, viszont ami így a színjátszás szempontjából, a csoport szempontjából kiemelkedő volt, és a mai napig is el tudok rajta érzékenyülni, ez a Savitri, ami történetében nagyon közel áll hozzám, stílusában pedig nagyon messze, és azért is vagyok erre különösen büszke, ha lehet így mondani, mert egy olyan nulláról induló vállalkozás, amiben nem volt tapasztalata nem csak a bajaiak, tehát nem csak nekünk, hanem a bajai társulatoknak se sok. Szóval ez a beszéd nélküli táncjáték, ez egy ritka dolog, és azt kell mondjam, hogy nagyon jól sikerült, legalábbis a nézők visszajelzése szerint, és a mi saját belső megélésünk szerint, és nagyon közel állt hozzánk. Nagyon megérzékenyített mindannyiunkat, akik ebbe szerepeltünk, ebbe dolgoztunk, hiszen egy érzékeny darabról, érzésekről, szerelemről, szépségről szól, ugyanakkor az élet mély értelméről. A tánc pedig egy varázslatos világ. Erre mondtam azt, hogy én ebben nem vagyok otthon, én se nem tanítok, se nem tudok táncolni igazából. De hogy a tánc nyelv az tényleg fantasztikus, az, hogy együtt mozdulni valakivel, a másikkal valamiféle összhangba keveredni, az a prózából ismerős, de a tánc az egy nagyon, talán még mélyebb szavak nélküli találkozás. A siker, vagy a darabnak a népszerűsége, ha már a Savitrit említetted, abból is látszott, hogyha jól tudom, akkor rekordidő alatt kapkodták el a jegyeket az előadásokra, sőt újabb és újabb plusz előadásokat szerveztetek, ami szintén teltházas volt mindegyik. Igen, igen, és van, aki a fejemhez is vágja azóta, ugye, hogy ő megmondta, hogy ezt be kell vinni a színházterembe. Én nem sajnálom, hogy nem vittük be a színházterembe, nem csak azért, mert végül is azért azt gondolom, hogy egy este 400 ember nem jött volna össze,
hanem azért sem, mert közelebbi volt ez a tér, így közelebbi volt ez a találkozás. A színházteremben a néző és a játszó elég messze van egymástól. De igen, volt benne egy óvatosság is, hogy fogalmunk sincs, hogy az emberek hogy reagálnak, a nézők mennyire lesznek érdeklődők. És azt kell mondani, minden várakozásunk felett volt ez. Azt reméltük, hogy majd azért nem lesznek kínos nézőterek, hanem így szépen azért legalább félig meddig megtelik. Hát nem tudtuk leültetni az embereket, és nem tudom megmagyarázni, hogy ez miből van. Mert ugye sokszor mondják, hogy azért jönnek talán kevesebben a mi darabjainkra, mert hogy nem közismert darabokat csinálunk. Hát a Szávítő sem közismert, sőt, azt gondolom, nem is egy egyszerű műfaj, se az érthetősége. Azt sem mondhatnánk, hogy ez egy szórakoztató kis darab, mert hogy ugye az emberek szeretik a könnyed szórakozást. Ez egyik se volt, és mégis nagyon nagyot ütött. Valószínűleg a zene és a táncnak a hatása. Hogyha azt beszéltük a koreográfusokkal, hogyha bármilyen jól megcsinál az ember egy prózai darabot, ha mondjuk másfél órán keresztül beszélgetnek, vagy beszéd van, az sokkal kevésbé tudja elérni az érzéseket, mint mondjuk egy másfél óra zene, főleg, hogyha ott látványelemek, színek, formák, jelmezek sokasága jelenik meg. Úgyhogy valószínűleg talán ez, de csak tippelek. Elég nagy feladat volt szinte mindenki számára, hiszen aki ismer benneteket, az nyilván a prózához, ahogy te is említetted, a prózához szokott, és azt várná, hogy esetleg egy kamaradarabbal, vagy egy elgondolkodtató témát boncolgató darabbal készültök. Itt viszont inkább a tánc, vagy talán nem biztos, hogy jól fogalmazok, de nyilván a tánc az előtérbe került, ez elég nagy feladat lehetett számodra, a csapattagok számára is, az újak, a régebbi színistúdiósok, színjátszósok számára is. Igen, és említetted a gála műsort, oda kötődik egyébként a Savitri, mert a gála műsorunk volt az első olyan előadás, amiben tánc, koreográfiákat, hát legalábbis nagyobb mennyiségben, szóval, hogy úgy szerves részét képezte az előadásnak a tánc, az nálunk nem nagyon fordult eddig elő, és a gála műsorban úgy éreztük, hogy hát 15 év, meg legyen látványos, vagy utána próbáljuk meg. És talán ezt egy korábbi interjúban mondtam, de hogy az ottani szereplők egy jó része mondta azt, hogy hú, hát olyan jó volt együtt táncolni, csináljunk már végre valami táncos dolgot. És hát akkor gondolkoztunk, hogy na jó, de mit lehet tánccal csinálni, ami a mi profilunk, ami nem musical, nem... És akkor én bedobtam ezt az ötletet, a koreográfusok mindjárt kihaltak, hogy ez lehetetlen, ez nehéz, ez őrület, ezt nem fogja érteni senki. És hát igen, a kihívás, az én kihívásom ebben az volt, hogy egy prózai történetet, egy elbeszélő művet hogyan tudok úgy szerkeszteni, hiszen itt nem is rendezésről, meg nem is adaptálásról van szó, hiszen egy szó nem hangzott el a darabba. Olyan, hogyan tudjuk úgy rendszerbe szedni, hogy mégiscsak elmondjuk ezt a történetet. És a rendszer volt gyakorlatilag az én dolgom, és a koreográfusoké talán meg még nagyobb, hogy félig az eredeti történet, félig az én elképzeléseimet összeszűjjék a sajátjukkal, és ebből tánc szülessen, és tánc nyelv szülessen. De az is igaz, hogy minden idők leghosszabb próba folyamata volt. Ez 8 hónapon keresztül készült ez a mű. Nagyon sokat táncoltunk, nagyon sokat voltunk együtt. Nagyon sok jelmez volt, valahogy nagyon-nagyon, de azt hiszem, hogy megérte. És nagyon örülünk neki, hogy létrejött, talán nem is az utolsó. De minden szempontból jó élmény volt. Nagyon, nagyon, igen. Amellett azért nem mehetünk el, hogy ez a mostani járványhelyzet nyilván mint mindenre, az életben mindenre, a társulatra is nagy hatással van. Ha csak azt nézzük, hogy március végén, április elején lett volna egy újabb bemutatótok, ami sajnos a jelenlegi helyzet miatt elmaradt. Hát igen, ez egy számunkra is, hát most már nem is azt mondom, hogy érdekes, mert már lassan megszoktuk, hogy ez van. Tehát amikor beszélünk, akkor inkább nem is érdekes, hanem sajátos helyzet.
két darabbal készültünk még ebbe az évadba, és ugye nekünk ebből a szempontból, hogy említetted az évadot, sajátos volt, hiszen az őszi évadban egyetlen előadásunk, egyetlen bemutatónk volt, a Savitri. Utána hát mondhatnánk azt is, hogy jött egy nagy pihenés, de nem annyira, hiszen készültünk a tavaszi előadásokra, és tavasszal 4 új bemutatónk lett volna, ami nagyon sűrű, nagyon húzós. Ráadásul úgy, hogy erről is most, ahogy beszéltünk, hogy próbáltunk mindenkinek kínálni valamit. Ugye volt egy nagyon komoly és mély kamaradráma, a Felettünk a Föld, amit ugye még meg tudtunk csinálni. Aztán volt egy vígjáték, amit mindig vár a közönség, a Női Partőrség szemmel láttára, ez nagyon jól sikerült, ez volt a középiskolásoknak a darabja. Készültünk egy koncerttel, a muzsikus sorozatból a 4. amit ugye már nem tudtunk megcsinálni, és készültünk a gyerekeknek a Bambi című mesejátékkal, amit szintén nem tudtunk megcsinálni, vagy hát az időben még ez után lenne, de valószínűleg nem fogjuk tudni megcsinálni azt sem. Hát nem tudom, nyilván lefújtuk, és sokat beszélgetünk, hogy jó, de akkor mikor csináljuk. Azért nem tudjuk, hogy mikor csináljuk, mert nem tudjuk azt sem, hogy mikor fogunk tudni elkezdeni próbálni. Hiszen nem csak az előadásokat kellett lemondani, hanem a próba folyamatoknak is meg kellett állnia. Így tulajdonképpen hiába mondanák azt mondjuk a jövő héten, hogy vége a karanténnak, meg ennek a helyzetnek, várhatólag mi a utána még 1-2 hónapig biztos nem tudnánk bemutatni egyiket se, hiszen mindegyik próbafolyamat félbe maradt. Az egyik a 2/3-ánál állt meg, a muzsikus, a Bambi meg kb. Félbe maradt. Úgyhogy ezeket nem is tudjuk addig vállalni, meg tervezni se tudunk addig vele, amíg nem tudjuk, hogy konkrétan mikor van vége ennek a sajátos időszaknak. Úgyhogy mi most pihenünk, ami talán furcsán hangzik, de amatőr társulatként azért az fontos tudni, hogy ugye mindenki a 8 órás munkája, családja, nem tudom mi mellett színjátszóskodik hobbiként. És ugye nagyon sűrű volt ez a tavasz, még akkor is, hogyha elmaradtak az előadások, mert a próbák egy jó része ugye megvolt. Így mi most nem is arra törekszünk, hogy hú, hát hol mutathassuk meg magunkat, hanem egy kicsit ilyen elcsendesedett állapotban vagyunk. Azt hiszem, hogy mindenki egy kicsit befelé fordul, kifújja magát, és az eddig elmaradt dolgokra koncentrál, ami nem azt jelenti, hogy majd nem kezdjük új erővel, de most nem küzdünk azon, hogy valami akár online módon jelentkezzünk a közönség számára. Régi előadásokból idézünk fel a Facebookon, illetve a honlapunkon, ami szintén nem rég indult. Ilyen visszajelzéseket kaptok ezekkel a multidéző felvételekkel, visszajátszásokkal kapcsolatosan? Természetesen elsősorban azok kedvelik, nézik, akik valamilyen szempontból érintettek, szereplők vagy szereplők hozzátartozói vagy a Rábül Színpad törzs közönsége. Ezért is gondoljuk azt, hogy ezek az online jelentkezések nem feltétlenül szólítják meg azokat, akik egy adott darabot szeretnének mondjuk megnézni, de arra jó, hogy kicsit hírt adjunk magunkra, kicsit ne essünk ki a hangulatból mi sem, és az egyébként gyorsan pörgő világban, amikor olyan gyorsan el tudnak tűnni egy-egy előadás, egy-egy élmény, és már jön a következő, így egy kicsit újra és újra felrázzuk, és leporoljuk, és jókat mosolygunk rajta, vagy elérzékenyülünk. Úgy te is említetted, most az érdeklődők egy ideig még csak interneten keresztül nézhetik vissza a korábbi előadásaitokat, produkcióitokat, de reméljük, hogy hamarosan már ismét a színpadon láthatnak benneteket az érdeklődők, a Bajai közönség. Én sok sikert és kitartást kívánok a következő időszakra, és köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szépen köszönjük, így legyen. Felvidéken született, Vaskúton telepedett le és Baján fejezte be tanulmányait. Szalai Gyula festőművész több alkalommal mutatta be munkáit a bajai közönség előtt. Ezúttal egy 2010-es tárlatot idézünk fel. Szalai Gyula rendkívül jól él a fény és színek adta lehetőségekkel. Képei egyértelműen tükrözik a színek és fény szereteti. Rendkívül érzékeny szemmel és rendkívül érzékeny lélekkel ábrázolja a tájat, néha pedig megalkott egy-egy szabályosan ellenőrzött világot. Ezekkel a szavakkal nyitották meg Szalai Gyula kiállítását, amikkel nagyon jól rávilágítottak a volt iskolaigazgató alkotásaira és az egyéniségére.
A tárlat létrejötte fontos esemény volt az életében, de mégiscsak egy momentum a sok-sok esemény közül. Felvidéki születésű vagyok, Galánta mellett születtem, és fiatalon, 3 éves koromban, ezt tréfásan szoktam megjegyezni, háborús bűnös lettem, ezt kevesen mondhatják el, hogy a Benes dekrétumok, akik kollektíven háborús bűnösség nyilvánították a magyarságot, és eltávolították az országból jó részüket, én is így kerültem át még kisgyerekként Magyarországra, és Baskút lett a második hazám. Tehát ha a hazákat nézzük így, akkor ez volt a következő lépés, ami tulajdonképpen szülőföldi módosult, hiszen az ott eltöltött 3 év csak emléktöredékek maradtak meg bennem, és egy-két ismerős, egy-két rokon, akiket egyre csökkenő számban, de még azért látogathatok. Utána a bajai tanítóképző elvégzése, ugye Baja. Utána Sótvadkertre kerültem tanítani, egy újabb szülőföld, hiszen 8 évet húztam le, és igazából szakmailag pedagógusi pályafutásomból talán a legtöbbet adtak, hiszen itt tanítottam tanyai iskolákban 1-4 összevont osztályokat, 5-8 összevont osztályokat. Végül bekerültem a faluba, Sótvadkertre, és ott pedig az általános iskola mellett 4. gimnáziumban is tanítottam művészettörténetet. Hát azt mondom, hogy a magyar oktatási ügynek szinte minden szegletébe belekóstoltam, és később az igazgatói munkámban azért ez a minden tanítás, azért ez nagyon jó kamatozott, és nagyon sokat segített nekem. Viszonylag fiatalon, 33 évesen lettem igazgató Csanádon, és azt hiszem, hogy ezt nem kell a mai világban elmondani, hogyha valaki 21 évet el tud tölteni egy vezető poszton, akkor azért azt abban a faluban szeretik. És ezt ma is érzem, hogy tanítványaim rengetegen keresnek meg külföldről, különböző internetes fórumokon, az itt-től kezdve e-mailekben, akik a Lapföldtől kezdve Amerikáig szétszórodtak a világban, de ma is az egyetlen kapocs még az az iskola, meg a személyem. És megmondom őszintén, ilyenkor nem vagyok álszerény, én erre büszke vagyok. Azt, hogy valaki rajztanár, abból nem következik egyenesen az, hogy festőművész is legyen. Ez egy folyamat volt önnél, vagy pedig egy elhatározás, hogy ilyen szinten fog festeni? Hát annak idején, amikor én bekerültem a főiskolára, akkor még elég nehéz volt bekerülni. Igazából talán hibája is volt az akkori képzésnek az, hogy nem általános iskolai pedagógusokat képeztek, hanem egy kicsit festőművészeket akartak belőlünk faragni több-kevesebb sikerrel. Én másodéves voltam, amikor már meghívtak Vásárhelyre művésztelepre, tehát már ott is jónak tartották a munkámat, és tulajdonképpen ezért volt érdekes az, hogy amikor az iskola igazgatást csináltam, hiányérzet nélkül tűnt el belőlem az a vágy, hogy fessek. Valószínűleg nem tudok sokfelé koncentrálni, erre a nők képesek állítólag. Nekem az nagyon lekötötte akkor az energiámat, és igazából tényleg a képzőművészetre a rajzórái maradtak, amit nagyon élveztem, és hiszem azt, hogy a gyerekek is nagyon élvezték. De én soha nem mondanám magam festőművésznek. Erről van egy véleményem, szóval én azt szoktam mondani, hogy a művész az irányítja a közízlést, az amatőr az a közízlésnek megfelelően fest. Na most én utóbbinak tartom magam, nehezen vállalkozom arra, hogy új utakra lépjek, holott már érzem magamban, hogy nem ez az én stílusom. Még azt is elárulom, hogy nekem igazából Salvador Dali stílusa az, aki ugye hihetetlenül tud rajzolni, csak amellett a bohóckodásait, mert sokan annak veszik, néha komolyan kell venni, és akkor az ember rájön, hogy félelmetesen tudott ez az ember. Valahol őt tekintem úgy igazából egy olyan példaképemnek, ahova szeretnék eljutni. A végső cél az, hogy azt szeretném elérni, hogy úgy fessek, ahogy igazán kijönne belőlem, és azon ne próbáljak a pillanatnyi közízlésnek megfelelően igazgatni. Mit rejteget még otthon? Mi az, amit nem hozott el erre a kiállításra? Ami a legújabb, hogy a lányomnak vett egy házat, és annak a házát festem tele, úgymond, az ő igényei szerint, és talán az, hogy egy kicsit modernebb képeket is festek, az ő fiatalságából származó igény is, hogy ez a módosítás betört. A másik az, hogy az utóbbi pár évben
sikerült elérnem azt, hogy nagyon sokat tudok utazni. Sokat járok külföldön, most nyáron Angliát barangoltuk végig, eljutottam Stonehenge-be, ami a nagy álmom volt. Ezek az országok mind olyan szépségeket rejtegetnek, hogy ezekre nyilván, hogy a festészetemben is nyomot hagy. De elég sok személyes dolog is köt ezekhez a képekhez. Ezért van az, hogy nem is szívesen válok meg tőle, bár 100 fölött van már azoknak a képeknek a száma, aki már magángyűjtőknél van. A Szent Istvánon fölmegyünk a Dunatöltésre, és mondjuk a Szekszárdi Dunahídig, ami ilyen napi távunk, végig tekerjük, vagy a Szeremle felé, Dunafalva felé a töltésen. Annyi szép dolgot lát, hogy azt szoktam mondani, hogy ez egy külföldi, ezért nagy horribilis pénzeket fizetne, hogy ilyet lásson. Ezek benne élek a természetben, ezekben az időkben is. Azt mondom, hogy ezt még, amit lehet, ebből még meg kell örökíteni, ebből még ezt vissza kell adni. A címzetes iskolaigazgató a festés mellett a Bácskai Cukorbetegek Egyesületét is vezeti több mint 10 éve. Az ő feladata, hogy megszervezze az összejöveteleket, pályázatokat írjon, de sokszor fordulnak hozzá egészségügyi és szociális problémákkal is. Ő maga is érintett, ezért sokat biciklizik, jó időben napi 20-50 kilométert is. Ez nagy hatással van a festészetére is. Szalai Gyula további tervei között egy újabb kiállítás szerepel, ahol az eddig még nem látott más stílusú képeit szeretné majd bemutatni. Versrovatunkban ezúttal egy olyan összeállítást mutatunk be, amelyben a 3. Béla Gimnázium pedagógusai és diákjai szavalták el kedvenc magyar költeményüket. Ha valaki hozzájuk hasonlóan kedvet kap a versmondáshoz, vegye fel, küldje el nekünk e-mailen vagy Facebookon, mi pedig a hetente megújuló Kultúra című magazinunk valamelyik adásában megosztjuk azt a nézőkkel. Csukás István, szerelmes vers. Ülj ide mellém, s nézzük együtt az utat, mely hozzád vezetett. Ne törődj most a kitérőkkel, én is úgy jöttem, ahogy lehetett. Hol van már, aki kérdezett, s hol van már ez a felelet? Leolvasztotta a nap, a hátamra fagyott teleket. Zögyögtette a szívem, de most szeretem az utat, mely hozzád vezetett. Szervusztok, jó napot kívánok! Költészet napjából egy olyan verset hoztam, amelyben egyszerre van játék és komolyság, mélység és vidámság, ahogy a költészetnek talán a lényege is ez. Játék a szavakkal, játék az érzésekkel, de ugyanakkor a költő valami nagyon sokat ad önmagából is, és ha mindez még örömet is okoz, akkor igazán elérte a célját. Egy olyan költő versét hoztam, akinek a neve ugyan nem szerepel az iskolai tananyagban. Én azért úgy gondolom, hogy a 20. század második felének egy kiváló magyar költőjéről van szó. Fogadjátok sok szeretettel! Bella István, dorombszó. Ki tudja, miket gondol egy macska a doromból? Ki se látszik a gondból. Kiugran a karomból, élete kész karamból. Szőrből van és koromból, sok völgyből, kis halomból, két égpupillagomból, itt bárki bármit gondol, a lét begoromból, mindig magára gombol. S bár a világ künt tombol, halálcsaholalomból, úgy néz az álomalomból, tudatalatti limlomból, létanalízis akolból, mint fény egy csillagatomból. Messze magában barangol. S egy kicsit elborongón igazít a dorombon, halálból hangokat hangol, és dorombol, és dorombol. Jó napot kívánok, sziasztok! Ezzel a verssel a versmondó versenyre készültem, de sajnos ott nem tudtam elmondani betegség miatt. Fogadjátok sok szeretettel! Pál Dániel Levente, Kutyák melankóliája.
Hajnalban egy kutyával folytattam eszmecserét. Próbálom elbeszélni, noha nem értettem felét semmit összehordott. Kutyaságát nem tudta teljesen levetleni. Néha rendet vonított, futva maga körül, többi kutyák közt, hozzám vissza-vissza futva. Pipáját újra meg újra szájába kapva, elterülve tovább magyarázott. Ahogy magyarázom most én is nektek. De nem hiszitek, látom. Mindegy. Álmodtam hát. Legyen ez egy álom. Képzeld el, mondta. Képzeld csak el, ha mi mind kutyák, kicsik és nagyok, egyszerre vallanánk szint nektek. Megszólalnánk, s mi bennünk felgyülemlet rátok zúdítanánk kivétel nélkül. Hogy mit kellett eltűrnünk, elviselnünk, mi van rengeteg bennünk, ha holdra vonyítunk, vagy szemetekbe nézünk. Képzeld csak el, mondta tovább, s én elképzeltem, hogyha mind beszélni kezdenének. Az a végtelen szomorúság mind nyakunkba szakadna, esne. Csak ülnénk, s kutyánk társaságot keresne, hogy elpanaszolja, mi bántja, mitől nyomorult, hol fáj, miért hülye a szomszéd, mitől borult ki már megint. Hogy nem hagyta az az idétlen tacskó, hogy szóhoz jusson. Miért zavarja a bevásárló zacskó, ha alszik? Mit enne, mit inna? És mire gondol, ha túl barátságosan közelít az a koszos komondor? Mi baj a terrierekkel? Hol tart ma a világ? Miért rühelli a kertben virágzó muskátli illatát? És képzel csak el, mondta tovább. Ha minden kutya elsorolná minden fájdalmát, hová lennétek? Ha az otthoni, kedves, oktalan jószág, ahogy ti szoktátok hívni, az ember legjobb barátja. Az emberre is úgy tekintene, mint legjobb barátra. Hajnalban egy kutya, pipáját meg-meggyújtogatva így magyarázott. S hallgattam lélegzett visszafojtva, feszengve, kétkedéssel. Ahogy most ti is engem, látom. Mindegy, csak álmodtam. Ez csak egy zavaros álom. Tóth Árpád, esti sugárkoszorú. Előttünk már hamvassá vált az út, és árnyakteste suhant át a parkon, de még finom, halk sugárkoszorút font hajat sötét lombjába az alkony. Halvány, szelíd és komoly ragyogást, mely már alig volt fények földi mása, s félig illattá, s csendé szűrte át a dolgok esti lélek vándorlása. Illattá, s csendé. Titkok illata fény lett hajadban, és béke égi csendje, és jó volt élni, mint ahogy soha. S a fényt szemem beitt a szívembe, és nem tudtam többé, hogy te vagy-e te, vagy áldott csipke bokor drága tested, melyben egy Isten szállt a földre le, s lobjából felém az ő lelke reszket. Igézve álltam, soká, csöndesen. És percek mentek, ezred évek jöttek. Egyszerre csak megfogtad a kezem, s alélt villáim lassan felvetődtek, és éreztem, szívembe visszatér, és zuhogó, mély zenével ered meg, mint zsibbat erek útjain a vér, a földi érzés. Mennyire szeretlek. Janus Pannonius, de Silvia. Ex te concipio me retrix mihi Silvia dicis, Silvia non magis hoc dicere crede potest, quam si per spinas incedens Silvia densas, dixeris iste meum lesit iniqua pedam. Babits Mihály, huny szemmel. Huny szemmel bérceken futunk, s mindig csodára vágy szívünk. A legjobb, amit nem tudunk, a legszebb, amit nem hiszünk. Az álmok síkos gyöngyeit szorítsd ki unod a valót. Hímezz belőlük fázó lelkedre gyöngyös takarót. Mi az? Kérdezte Vénrigó. Tavasz,
felejtanom. Megjött? Kérdezte Vénrigó. Megán, feleltanod. Szeretsz? Kérdezte Vénrigó. Szeretlek, szólt a nap. Akkor hát szép lesz a világ. Még szebb és még boldogabb. Prohászka Ottokár. Kő az úton. Gondolod, kerül életed útjába egyetlen gátlókő is hiába. Lehet otromba, lehet kicsike. Hidd el, ahol van, ott kell lennie. De nem azért, hogy visszatartson téged, s lohassza kedved, merészséged. Jóságos kéz utadva azért tette, hogy te megállj mellette. Nézd meg a követ, s aztán kezdj el beszélgetni róla Isteneddel. Őt kérdezd meg, milyen üzenetet küld azzal az akadállyal neked. S ha a lelked Istennel találkozott, utadba minden kő áldást hozott. Tóth Tamás. Startolj, harcra fel. Tanár vagyok, itthon ülök. Szokatlan egy helyzet ez. Kreatívként verset szülök. Remélem majd kedveled. Nem megy nekem a rockerkedés. Nem vagyok én rapper. Az én munkám a teacherkedés. Tudásom a fegyver. Van itt kréta, Facebook, YouTube. Minden, ami kell. Így digitális oktatásunk. Startolj! Harcra fel! Nem dalolok. Az tuti fix. Nincsen hozzá hangom. De tanárban a gyerek hisz. Jaj, házit is kell adnom. Készülök hát rendületlen. Órát tartok íziben. Értékelek is lelkesen, hogy egy menjen a bizibe. Van itt kréta. Facebook, YouTube. Minden, ami kell. Így digitális oktatásunk. Startolj! Harcra fel! A mostani helyzetben sajnos továbbra is csak interneten élvezhetjük a zenei koncerteket, színházi előadásokat, szerencsére azonban egyre több tartalom érhető el ingyenesen. Nemrég elindult az online Artisan & Musician Festival, amelynek keretében bajai és környékbeli alkotók szórakoztatják az érdeklődőket. A kezdeményezés során többek között énekkel, tánccal, sporttal, sőt kézműves bemutatókkal is találkozhatnak az oldal látogatói. Mai adásunk véget ért, legközelebb egy hét múlva szokott időben várjuk Önöket ismét. Addig is vigyázzanak magukra, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A műsorvezetőt öltöztette a Trendformíruha üzlet.